Jó estét kívánok! Szerintem a rutinos ATV és naphíre nézők pontosan tudják, hogy ha egy olyan hétvége mögött vagyunk, vagy után vagyunk, ahol tusnádfürdő volt a fő téma, hát akkor nyilván mi is ezzel fogunk kezdeni. Szél Bernadett, Dömsödi Gábor és Lengyel Miklós ezúttal a beszélgetőtársak. Csak gyorsan, volt valaki, aki bekapcsolta a tévét és nézte ezt az Orbán Viktori beszédet tusnádfürdőn, vagy esetleg valaki ott volt? Szerintem több százezren. Úgy értem, hogy így négyünk közül. Én interneten. De hogy élőben, vagy így utána? És lehetetve, mondjuk így. A rokonok beszámolóit olvastam, akik ott voltak, mert székelyföldiek. Én néztem belőle 3 percet, mert a hangulat érdekelt, és utána megkérdeztem a feleségemtől, hogy elkapcsolhatom, mert megengedte. Megengedte. A nagyon más volt a rokonok beszámolója a magyar sajtóvisszhangokhoz képest? Szubjektív volt, de ők egész más látnak Orbán Viktorban, mint amit a magyar országi közvélemény, hiszen nekik az, hogy a magyar miniszterelnök ott van, és most már ugye 30 éve van ez a tusnádi táborozás, ez egy egészen jelentős esemény, hiszen az első olyan magyar állami vezető, aki jelentős mértékben hát sokat adott az erdélyi magyaroknak, itt az útlevél például, ami ugye a román útlevélnél többet ér, de hát ugyanezt lehet mondani a vajdasági vagy az ukrajnai útlevél, és hát egy csomó pénz is megy oda, ahol különböző helyeken, ugye például a magyar egyetem működik, például magyar iskolák, egyházi intézmények, ez egy óriási olyan hátszelet jelent, ami, legyünk őszinték, egy ilyen elég unalmas beszédet is, amennyire én kivettem, egy ilyen unalmas beszédet is érzelmileg megtölt. Szerintem folytassuk majd innen, mert ez nagyon érdekes, hogy erre az ellenzéknek, a közvéleménynek, meg az ellenzéki politikusoknak mi kellene, hogy legyen a válasza. De azért, ha valaki esetleg a Holdon, a Marson vagy máshol töltötte az elmúlt napokat, és nem értesült ennek a beszédnek a fő motivumairól, akkor neki összefoglaltuk. Úgy éltük meg az elmúlt 9-10 évet, hogy egyik kezünkben ott volt a köműveskanál, a másikben pedig a kard. Úgy kellett építkezni, hogy közben folyamatosan harcolni kellett. Soros György jelöltjeit mindenhol elgáncsoltuk. Mindenhol. Megakadályoztuk, hogy ideológiai gerillákat helyezzenek a fontos európai intézmények élére, és a bizottság élére is egy gyakorlatias megközelítésű 7 gyermekes családanyát sikerült megválasztani. A bizottságnak ki kell vonulnia a migráció témaköréből, létre kell hozni a schengeni övezethez tartozó tagállamok belügyminisztereiből álló tanácsot, pontosan úgy, mint az eurózóna országainak pénzügyminisztereiből álló tanács már létezik, és az összes migrációval kapcsolatos jogkört és teendőt a belügyminiszterek tanácsához kell terelnünk. Létrejött egy illiberális állam, és egy valódi államelméleti, politikaelméleti modell, egy sajátos kereszténydemokrata állam. És egyébként pedig 2034-ig tervez most már Orbán Viktor, ugye a tavalyi beszédben 2030 volt. A trikókon az volt, tehát azokon a trikókon, amelyen az volt, hogy Orbán nagyjáteszi Európát, azokon 30 év volt. De egyébként Miklósnak abban teljesen igaza van, meg az erdélyi rokonoknak, hogy ez kommunikáció szempontból egy nagyon nagy trükk. Most tényleg, és azért néztem 3-4 percet ebből, mert akartam látni azt, hogy beszél. De érdekes módon pont ezt a részt nem láttam. Tehát már az első mondatnál, amit idéztetek, ott már vitám van a miniszterelnök úrral, hogy mi a csodának volt a kezükben a kard ebben az elmúlt 8 esztendőben, vagy 9 esztendőben. Tehát talán ahelyett is egy kőműves kanál mellé egy vödröt, egy malteros vödröt kellett volna felvenni. Tehát semmi szükség nincs arra 2010-ben, 11-ben, 19-ben Magyarországon, hogy harcoljanak. Kivel harcolnak? Veled harcolnak? Bernadettel harcolnak? Velem harcolnak? Mindenkit eltapostak? Tehát ez valami szörnyűség. A másik meg, bocs, az, hogy most van az HBO-n egy film a Fox News-ról. És ugyanez a történet, hogy ott is a Sorosnak az embereivel van a baj állandóan. Hát aki ellentmond, akinek van egy demokratikus gondolata, az már a Soros ellene. Embere. Na de 30 éve ő is Soros emberként jelent. Ő igen, mi nem. Hát az a furcsa, hogy a liberálisok elleni harc, ami most ugye fő mondani való, ő mint fiatal liberális fedezte fel magának tusnádot, Erdélyt, az egész problematikát, és ilyenkor látszik a profizmus és a pragmatizmus, hogy ő, akinek Erdélyhez nem volt különösebben sok kötődése, felfedezte ebbe, hogy ez
milyen nagyon jó lehetőség egy nemzeti problematikának a felvázolására, támogatottság megszerzésére, és itt egy nagyon fontos különbség van itt a karddal kapcsolatban, azért nagyon fontos az ő nacionalizmusában, hogy ez a nacionalizmus nem a románok ellen irányul. Most gondoljuk meg, hogy azért ott egy ilyen közegben, és ebben lényegesen különbözik mondjuk a Horthy korszak nacionalizmusától, amivel össze szokták hasonlítani, hogy nem a környező országok különböző nációival, hanem ezeknek együttműködést kínál, hanem fantomok ellen küzdünk. Fantomok, a migránsok, akiket onnan távolról akarnak behozni, különböző liberális, meg nem nevezett elemek. Fantom háború ez, és ez egy üzenetként, tehát amit ő nem mondott, egy összegyűlt erdélyi tömegnek, az egy nagyon nagy pozitívum szerintem, hogy nem egy szembenállást hirdet a románokkal, hanem valami fajta kárpát-medencei együttműködés. Soha nem hallottam ezt, és tök igazad van. Jó, én két dolgot tartok fontosnak. Tehát egyrészt, amikor végignéztük ezt a beszédet, akkor nekem műfajilag furcsa volt ez a történet. Tehát nekem teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy csapat összetartásról van szó, és gyakorlatilag, amit megmaradhatott az embereknek, akik nem objektív szemmel nézték, hanem mondjuk pozitív várakozásokkal a miniszterelnök irányába, szerintem nagyjából az, hogy kit kell most gyűlölni. És szerintem ez hatalmas probléma. Ez az ember, ha emlékszünk rá, amikor az újabb kétharmadot megkapta, azt mondta, hogy ő 15 millió magyarnak a miniszterelnöke akar lenni. Ehhez képest egy ilyen éves csapat összetartáson gyakorlatilag világosan kijelentette, hogy ő kap gyűlöletet, és ezzel gyakorlatilag feljogosítja az ő szavazóit arra, hogy szintén gyűlölködjenek. És ez itt a probléma. Ő arra hivatkozott, hogy gyűlölnek minket. Ezt én ezt értem, mondta, persze, hogy... az úgy kezdődött, hogy ők visszalőttek, hát világos. De hogy itt nem érzelmekről van szó. És itt jön a másik fontos kritikai pontom. Ő 15 évet akart előre látni. Most, hogy ő mit tervez, meg hogyan tervez saját magával, meg a kormányával 15 évre előre, azért ez a világ ez meglehetősen fordulatos tud lenni. De az biztos, hogy például van egy olyan globális probléma, ami egyébként összefügg a migrációval is, ami az ő folyamatos témája, az a globális felmelegedés és a klímaváltozás. Ilyenekről, tehát globális kérdésekről egyáltalán nem beszélt a miniszterelnök, se arról, hogy hogyan tudjuk majd akár itt a Kárpát-medencében, ahova 6 fokkal magasabb átlaghőmérsékletet várnak, tehát nem is másfél-két fokról beszélünk, egy nagyon kitett övezet vagyunk ilyen szempontból, hogyan fogjuk mondjuk ezt a kérdést, a klímaalkalmazkodást úgy elvégezni, hogy szociálisan ne roppanjanak bele az ország széles rétegei. Szóval szerintem egy modern miniszterelnöknek egyrészt nem a gyűlöletről kell beszélni, meg különböző ellenségekről, hanem valóban az ország miniszterelnökének kellene lenni. KDNP egyébként most zöldül. Igen. Erről írtam egy blogbejegyzést, mindenkinek szeretettel ajánlom. Olvastuk. Köszönöm. A másik pedig az, hogy a valós problémákat pont elkerült a miniszterelnök, viszont ugye két... Szóval ott egy furcsa mondat volt, most azt pont nem idézte a televízió, de megszorító csomagokat lengetett be, mert ugye versenyképességet... Azt mondta, hogy gazdasági igen. válságra kell felkészülni. Azt mondta, hogy akciótervek és hogy a versenyképességet meg kell őrizni. Na most azt hiszem a klasszikus politikusoknál, hogyha arról beszél, hogy itt a gazdasági válság és versenyképesség megőrzés, akkor általában az emberek szoktak rosszul járni. És tekintve, hogy egy nagyon érzékeny átmenetben vagyunk, ahol tényleg a klímaalkalmazkodás és a klímakatasztrófa miatt egy teljesen új rendszer fog várhatóan megjelenni a következő években. Én ezeket az éveket arra használnám az ő helyében, hogy fölkészítsem az országot arra, hogy konkrétan milyen munkahelyeink lesznek, mi lesz a mezőgazdaságunkkal, hogy fog az egészségügy működni, stb. Egy komplett stratégiát kellene felépíteni. Most ehelyett ezt a szeánszot kapja a magyar ember Tusnádfürdőn, szerintem ez nagyon kevés. Itt egy alapvető félreértés van, tehát azt hiszik, hogyha mi szóvá tesszük például azt, hogy a Microsoftnak a termékei túlárazva juttatta el a magyar kormány Európai Uniós pénzen, ha jól értelmezem, a fogyasztókhoz, az nem azért teszi szóvá ezt egy újságíró, mert gyűlöli a magyar kormányt, hanem azért, mert szeretné, hogyha betartanák a törvényeket. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná valaki, és itt téved a miniszterelnök úr, olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy a rendőr gyűlöli a rablógyilkost, azért üldözi, nem, azért, mert a rablógyilkos valamilyen bűnt követett el, meg a tolva is, meg a gyorsajt. Nem azért, mert gyűlöli. Tehát akkor már nagyon nagy baj van, hogyha valaki, aki a szabályokat, törvényeket betartatni próbálja, azt úgy kezelik, mintha ő gyűlöl. Nem, az egy szakember, az a szakmája az újságíróknak, az ellenzéki politikusoknak, az a szakmájuk, hogy a törvényeket, az alkotmányt, alaptörvényt, mikor, hogy nevezzük, betartassam. Ez egy alapvető félreértelmezés. És akkor nem kell kard. Vita kell, kard helyett egy kis
vita. Arra mi a válaszunk, amivel felütöttük ezt a műsort, amivel kezdtük Miklósnak hála, hogy igen, azért ez egy, de úgy fogalmaztál, hogy csapat összetartás, de ott ez tényleg fontos. Én is most jöttem haza Erdélyből egy hete, és tényleg azt élik meg az ottani magyarok, hogy ott bozgoroknak hívják őket a románok, itt meg azt mondják nekik, hogy románok, akkor arra van a haza. És hogy erre gyakorlatilag hát most már több mint 10-13 éve ugye a népszavazás óta nincs válasza az ellenzéknek. Mire is? A határon túli magyarok. Mi az üzenet a határon túli magyarok? Én is voltam, és találkoztam számos határon túli magyar vezetővel, és én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy az lenne a jó irány, hogy egy miniszterelnök az 15 millió magyarnak a miniszterelnöke. De hogy azt is látni kell, hogy ha egy magyar miniszterelnök elkezd gyűlöletről beszélni és táborokról beszélni, abban a pillanatban szerintem felosztja ezt a nemzetet, és ő ezt csinálja. És én azt láttam egyébként az ellenzéki pártoknál a programokat nézve, hogy számos jó program volt arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk megélni a történelmi Magyarország 1000 fontos kapcsát úgy és anélkül, hogy különböző ellenségképeket festenénk fel. Tehát szerintem erre igenis van válasz, csak éppen Orbán Viktornak ez a beszéde, ez épp úgy a megosztásról szólt, mint eddig bármelyik beszéde. És ez nem mondom, hogy nekem csalódás, mert nem vártam mást. De még egyszer mondom, hogy ha egy politikus gyűlöletről beszél, és gyűlöletet szít, annak meg lesz a következménye, és az a nemzet megosztása. Ő ezt csinálja. Na de miért csinálja ezt itt ebben az érdekben? Hozd meg és uralkodj ezt. Nem csak az, hogy a bűnbakkeresés, ugye itt az a problémája az ő rendszerének, hogy most ugye valószínűleg a topon van. A rendszer gazdaságilag sikeres, a választásokat megnyerték, de nincs kizárva, hogy lejtmenet előtt áll. Ez a megszorításokra való célzás, versenyképesség növelése, stb. Tehát a globális versenyben, ha jön egy újabb világválság, amit nem zárhatunk ki, az biztos, hogy Magyarországot is érinti. Na most akkor a bűnbak igény óriási, és még azzal is, hogy Magyarország ma sikeres ország, ezzel is hát a magyar lakosság életnívója a béka popója alatt van. Az Unió egyik legszegényebb országa vagyunk, és az életszínvonal még mindig nagyon szerény. Sikeresen. De az átlag fizetésekből nem lehet megélni. Az átlag nyugdíjakból még kevésbé, és ezzel neki szembe kell nézni, és ezért kell fantom ellenfeleket találni, valakinek hibásnak kell lenni, mert hol vannak a nagyszerű eredmények? Menjünk tovább, de még mindig Tusnádfürdőnél maradva a nap idézete következik. Ugye Tusnádfürdő kapcsán a hazai sajtó mindig egy fideszes pártrendezvényként szereti interpretálni, miközben a helyi olvasat az pedig sokkal inkább az, hogy ez egy nagy fiataloknak szóló rendezvény, aminek nagy szelete a zene, a magyar zene, ami azért nem könnyen jut el az erdélyi magyarokhoz, és már 3 éve is volt egy nagy botrány, hogy hát, hogy mondjam, erős ellenzéki kritikákat megfogalmazó együttes a Quimby miért lép fel Tusnádfürdőn, most megint fellépett, Lovasi András is fellépett, na és most jobbról-balról kaptak hideget, meleget, Szentesi Zöldi László mondatait fogják pillanatokon belül látni, amiben az az érdekesség a jobboldali publicista részéről, hogy azóta letörölte a Facebook oldaláról ezt a posztot, ami úgy kezdődik, ahogy látják, hogy Tusnádfürdőn jártam a Quimby és Lovasi után jövőre Gerendás Péter és Koncz Zsuzsi következik, állati frankó a magyar összetartozásról szónokolni, közben pedig trágár, idióta, identitás zavaros alakokat megemelni, felléptetni, kifizetni. És még azt is hozzátette, hogy nekem persze mindegy, de csak hogy tudjátok, a következő lerománozásban majd a ti most kifizetett lejeitek, forintjaitok is benne lesznek. Ez ritka, amikor jobbról-balról is jön a kritika. Hát az annyira nem, de... Igen, bele lehet abba jönni. Szóval ez már 3 éve volt, amikor a Quimby igen. fellépett, és nagy balé volt. Igen, uh-huh. Születésnapom után volt, tehát akkor az, amikor úgy augusztus elején lehetett, és a születésnapomon összeveszett egy nagyon neves jogász barátom, és az én akkor 23 éves lányom ezen a kérdésen, ez a jogász barátom mondta, hogy milyen szemétség a Quimbytől, és a lányom egy hosszú bizonyítási eljárásba kezdett, úgyhogy meghallgattatott nem tudom én hány Quimby számot 25-ször a jogász barátommal, és utána azt mondta, hogy na ugye, hát ennek, tehát ennek ott el kellett hangozni. És a lányomnak tökéletesen igaza volt, és nagyon büszke voltam rá. Hát amíg elmondhatnám, hogy kivel szemben, de nem mondhatom el sajnos, mert köt a titoktartás. És azóta is nekem is egy kicsit átformált az agyam is. Tehát hogy jövünk, ezek művészet,
ezek az emberek, ezek letettek valamit az asztalra. Tehát szerveztünk múltkor egy ilyen megmozdulást, egy tüntetést, és én azt mondtam, hogy mivel Európáról van szó, az nem lehet, hogy a Varga Miki ne énekelje az Európát, csak azért, mert ott szokott állni egy egészen más közegben. Ez az Európa nevezetű dal nekem akkor is azt jelenti, amit jelentett 1530 éven, amikor elénekelte, akkor is egy oldal, és a Varga Miklós akkor is jól tud énekelni. Most az, hogy politikailag én egyetértek a Varga Miklóssal, vagy nem, az az ön művészetét semmilyen tekintetben nem érinti. És nekem is azt mondták, hogy hülye vagyok, és lehet, hogy hülye vagyok, hogy lejátszottam ezt a számot. De a nemzeti egységbe ez belefér. De bele kell. Ezt el is mondta, jól emlékszem, Németh Zsolt, vagy valaki, aki ugye rendezője ennek az eseménynek, hogy végül is belefér a nemzeti egységbe. Tehát ezeket a nagy háborúkat nem kéne kultúrharcot folytatni. Ugyanakkor ez sajnos a magyar realitás. A kultúrharc évtizedek óta folyik, és még sokáig fog a mi halálunk után is folyni, mert egy nagyon szűk piacon küzdenek az emberek különböző lehetőségekért, és ezt az egzisztenciális küzdelmet ugye kivetítik arra a harcra, ami ugye hát a állami forrásokért folyik. Ebben nem tudunk csodákat tenni, azt hiszem. Azon te is ott voltál, nem amikor a Quimby, nem? Én abszolút, tehát én hallottam őket élőben. Te is kaptál. Nem keveset kaptam, és... Én szerintem, hogyha valaki elmegy Tusnádra erre az eseményre, akkor fel van rá készülve, hogy kritikákat fog kapni. Engem egy kicsit meglepett, hogy ez a kritika jobb oldalról jött, és azoknak az embereknek, tehát a szervezőknek ment. Szerintem ez egy nagyon, nagyon súlyos mondatokat és szavakat fogalmazott meg az újságíró, amikor ezt leírta, és hát az, hogy letörölte, nyilván beszéltek is vele, hogy azért ezt így nem kellene. Minden esetre... Azt írta egyébként, hogy megunta olvasgatni a hülyességeket, és egy klasszikus ilyen feltartott... Igen, az a baj, nem olvassa át a cikkeit, tehát át kéne olvasni, mielőtt kirakja. Egyébként megértem, tehát én nem tudtam, hogy... Nem lehet, hogy fegyelem van? Hát ismerjük azért a jobboldali kollégák, hát nagyon gyakran azt írják, mondják és teljesítik, amire hát tanácsot kapnak, hogy ebbe az irányba kell lépni. Tehát nem lehet, hogy ez egy színjáték? Én nem tudom, hogy ez színjáték, vagy nem, nekem elég spontánnak tűnt ez a kirohanás. Szerintem sem. Viszont jó lenne, hogyha tudomásul vennék azt, hogy ami egyszer fölkerül az internetre, az ott marad. Tehát le lehet törölni, de még cikibb szerintem onnantól kezdve. Tehát, hogyha mondjuk Szentesi Zöld ezt úgy gondolta volna, hogy ezt a vitát ezt lefolytatja, akkor jobb lett volna ott, akkor ezt nem tudom lefolytatni ezt a vitát, mondjuk érdekes lett volna a végeredménye. De mindenesetre itt az alapproblémáról kell szerintem beszélni. Tehát tényleg az van, hogy a Fidesz az gyakorlatilag ketté vágta ezt az országot. És tényleg az van, hogy bár politikus, művész, újságíró, vitalevezető, bárki oda megy erre a rendezvényre, az megkapja vagy egyik, vagy mindkét tábortól a beosztását. Nem szerepes ezek? Nem, szerintem. Hát ő egy kicsit túl lihegte. Én annó őszinte felháborodást láttam emberekben, és a másik, a kultúrkámp, az tényleg zajlik, és ezen rámegy. Nekem az jutott eszembe, amikor most olvastam a különböző kritikákat a művészekkel kapcsolatban, vagy felvetéseket inkább, mert azért ez a mostani már nem volt olyan, mint annó 3 évvel ezelőtt a Quimby irányába, de hát amikor Donald Trumpnak volt a beiktatása, sorra utasították vissza, különböző zenekarok, énekesek. Kicsit nagyobb a piac. Bocsánat, ez egy fesztivál, az meg egy borzasztó elnöknek a beiktatása. Hát ez nem az Orbán Viktor beiktatása volt, tehát oda értem, nem hiszem, hogy elment volna a lovas. Milyen politikai, tehát hogy befejezzem a gondolatomat, itt arról van szó, hogy Tusnádfürdő, tehát ezt az egész fesztivált gyakorlatilag a Fidesz házitáboraként értelmezik emberek, fideszes eseményként fogják fel, és én valóban, amikor itthon, ott voltam... De ott meg... Elmegy 10 000 ember voltam, egy koncertre. Én voltam ott, és pontosan, tehát én láttam azt, hogy rengeteg ember jött oda, aki ott lakik, vagy hazament, úgymond, nyárra, és eljött erre az eseményre. Nekem meggyőződésem, hogy amikor én ott voltam, páron közülük ellenzéki szavazókká is váltak, mert voltak beszélgetések, és de ez egy élő vita, amit egyébként normálisan és kulturáltan talán meg tudnánk csinálni, le tudnánk folytatni abban az esetben, ha nem lenne minden ennyire kiélezve ebben az országban. Nagyon lejárt az idő. Erről viszont a kormány tehet. De a reklám után jövünk, és Kenderesi Tamás botrányával, meg nagyon botrányos szociális kiadási számokkal folytatjuk. Folytatjuk is, és most kivételesen egy picit más nap kérdése került önök elé, mint szokott, mert hogy gyakorlatilag egy tippjáték volt a mostani kérdésünk. Megmutatom most, hogy mi volt a kérdés, és hát utána majd, hogy jól válaszoltak ezt, mindenki eldöntheti majd, hát nagyjából egy
két-három perc múlva már rátérünk arra a grafikonra, ami a választ megadja. Azt kérdeztük, hogy önök szerint GDP arányosan ma többet vagy kevesebbet költ egészségügyre a kormány 2010-ben, és 95%-a nézőnknek azt mondja, hogy kevesebbet, és 5%-a mondja azt, hogy többet költ. Most még nem árulom el, hogy mi a jó válasz, és a vendégeinktől sem kérdezem meg, hogy szerintük, mert azért elég benfentesek ülnek itt velünk szemben. De azt megmutatjuk így felvezetőnek ehhez a témához, hogy ugye a múlt hét nagy botránya volt az onkológiai intézeté, ahol hajnaltól kezdve nagyon sokan álltak sorba, hogy megkapják a kemoterápiás kezelést, és most megérkezett a válasz egy kiragasztott cédula formájában az intézettől, hogy akkor mostantól ez hogy lesz jobb. Hát döntsék el önök, hogy jobb lesz. Megoldotta az onkológiai intézet, hogy ne álljanak hajnaltól sorban a kezelésre várók a Kékgolyó utcai épületben. Reggel 6-ig ugyanis nem nyitják ki az épületet, így beszámolók szerint annyi változik majd, hogy a betegek az utcán várakoznak majd. Az intézet augusztus 1-től vezeti be a korlátozást, mondván a rendelés 7-kor kezdődik. A 24.hu egy hete számolt be arról, hogy a betegek sokszor már a sorszámért is sorszámmal állnak sorban. A kezelésre érkezőket pedig embertelen körülmények fogadják. Beszámolók szerint senki sem tudja, hogy ki milyen sorrendben jut be, ha bejut egyáltalán. Az ügyben az ombudsman is vizsgálatot indított. Most akkor megoldotta? Vagy mit csinált? Jó, mondhatok onkológiai intézetről, elég, sajnos elég jól ismerem a helyszínt, és egyébként meg a TV2-nek a műsorvezetőjét, Szentpéteri Esztert én fedeztem fel. Tehát. Szóval azért az igazság a kettő között van. Szeretnék elmondani egy történetet, hogy mindenki értse, hogy amikor az egészségügyről van szó, egyébként szerintem a 95%-nak van igaza, kevesebb. Szentpéteri Esztert magyarázzuk el a nézőknek. Szentpéteri Eszter a TV2 műsorvezetője, az onkológiai intézet vezetőjének azt hiszem, hogy a felesége, és ő kommentált ezt az egészet, és a TV2 csinált egy olyan pocsék riportot, ami bűn, tehát azokat a pályától örökre el kéne tiltani, és nem hozzá nem értés, hanem tisztességtelenség okán, akik azt csinálták, tehát egy teljesen rózsaszín képet festettek az egészről. A legrosszabb, tehát amikor én a legerősebb kádári diktatúrában már híradót néztem, akkor nem volt már ilyen, tehát ez nem igaz. Na de szóval ott olyan orvosok vannak, hogy amikor éjszaka elromlik egy gép, mert tényleg vannak korszerű gépek, nagyon korszerű gépek, elromlik egy gép a túlterhelés miatt, akkor ott maradnak még éjjel 12-kor, 1-kor, mikor már lejárt a műszak este 10 órak, és reggel 6-ra újra jönnek. És ugyanez vonatkozik a nővérekre is. Tehát amiről itt szó van, az nem az orvos, nem a nővér, és talán még csak nem is a géppark, hanem az, hogy az egész valamilyen módon szervezetlen. És lehet, hogy nem orvost kéne odaírni, egy egészségügyi szakértőt, hanem egy olyan embert, aki ért ahhoz, hogy kell egy folyamatot megszervezni. Egy külön szakma az egészségügyi menedzser, Amerikában erre képeznek biztos embereket. Csak azt gondolom, hogy ha ide jönne egy amerikai menedzser, és megkérdezné, hogy mennyi pénz jut erre, akkor azt mondaná, hogy hölgyek, urak, ezért a pénzért nem vállalom. Jó, ebből a pénzből nem lehet kihozni egy korszerű onkológiát, egy korszerű egészségügyet. Mert a magyar egészségügy alulfinanszírozott, amióta az eszünket. Jó, csak a mondatnak a második felét hagyd mondjam, mert tehát tényleg vannak olyan időszakok, amikor ilyenek a folyosók, amit a 24 ponton látunk meg riportokban, és tényleg vannak olyan, mondok, amikor idilli az állapot. Tehát az egésznek a szervezettsége, van olyan folyosó, amelyiken nem lehet megmaradni, és akkor délután 2 órával később már üres, mert addigra lefutott a roham. Tehát ezekkel foglalkozni kell, és nem tagadni. Az emberek korán oda mennek, mert félnek, hogy nem kerülnek nem be. Nem kerülnek sorra. Van indok a rohannak. Persze, hát biztos, hogy 3-szor annyi, vagy 5-szor annyi, vagy 4-szor annyi, vagy nem tudom, hogy pontosan 3-szor annyi kezelés jut egy-egy orvosra, egy-egy berendezésre, mint amennyi az Amerikában normális lenne. De akkor mégiscsak a gépparkkal van nem tudom, hogy a probléma, én nem tudom, hogy mivel a finanszírozással. Az is biztos, hogy azon is lehetne, de szakember sincs, tehát mindennel probléma van. Mondok egy példát, van egy a PET-CT, az kb. 250 ezer forintba kerül egy PET-CT vizsgálat, és nagyon nehezen adják meg. Magán betegként el tudsz menni. És van olyan PET-CT készülék az országban, amelyiket például nem üzemeltetnek több műszakban, csak egy műszakban, mert nincs rá elég fizető kapacitás, mert hogy nem kapja elég sok ember meg az utalványt, és magán zsebben meg nem tudják kifizetni, holott a készüléknek az amortizáció, erkölcsi
visszaúlása a legnagyobb, és azt három műszakban üzemeltetnék, akkor mindenki jobban járna, és nem 250 ezer forint lenne egy kezelés. Tehát ez egy borzasztó összefüggő dolog, összetett dolog, ahol mindenki kiteszi a lelkét, csak a beteg hal meg a végén, vagy rokkan bele, vagy megy rá a család, meg minden. Tehát sajnos az, amit a 24.hu írt, az nem ilyen drámaian, de majdnem ilyen drámaiban igaz. Lehet már mondani a nap kérdésével kapcsolatban? Nem. Még nem. Jó, akkor nem mondom. Csak egy pillanat, mert akkor megmutatom a számokat. Jó, és nézzük akkor meg, mert... Az úgy már teljes kép. Mert én egy másik oldalról szeretnék ehhez közelíteni ez a dolog. Igen, szóval, hogy a számok, tehát, hogy most itt tippelésre hívtuk önöket, na de hát azért mutatjuk a konkrét adatokat is a Népszavának köszönhetően, mert hogy a Népszava ma közölt egy összeállítást, amiben ugye az a lényeg, hogy GDP arányosan hogyan néznek ki az állami kiadások, az állami költések. A 2010-es számot látják narancssárgával, a 2020-as az elfogadott költségvetési szám, és ugye ami az érdekes, hogy hol van növekedés, hát itt például az első tétel az állami működési funkcióknál látják, hogy van egy tisztes növekedés, na és onnantól ilyen tendencia nincsen. Oktatásra is kevesebbet költünk, egészségügyre, amiről beszélünk, 4,6% és 4% 10 év alatt, tehát jóval csökkent, a nyugellátások is nagyot csökkentek, családi pótlékra és sokkal kevesebbet költünk, magyarán az állam magára többet költ, jóléti kiadásokra meg lényegesen kevesebbet. És ez itt a lényeg szerintem, mert hogy amiről beszélünk, és ez a szívszorító történet, mert a rákos betegek a legkiszolgáltatottabbak, és tényleg az, hogy sorszámot kapnak a sorszámért, meg ez az egész körülmény, ez engem mélyen fölháborít, és mellette, tehát tényleg ilyenkor nekem összeszorul a szívem, mert hogy egy ország ereje az pontosan abban van, hogy az elesett, a kiszolgáltatott emberekkel hogyan bánik. És ezek a számok, amiket önök megmutattak, és a Népszava lehozott, és szerintem a mai nap legfontosabb híre talán ez legalábbis, én amikor ezt reggel meghallottam a rádióban, tényleg megállt velem a világ, mert hogy tényleg az a helyzet, hogy miről beszélt a magyar kormány? Bürokrácia csökkentésről. Mit látunk? Hogy nőtt az erre fordított kiadás, a mi adónkból. És az összes többi, ami ebben a században arra kellene, hogy mi emberek jobban érezzük magunkat a bőrünkben, az országban, és jövőnk legyen, hát Magyarország, mi nekünk az emberekbe kellene befektetnünk, olyan hatalmas kincs arzenálunk nincsen, amire építeni tudunk, mi kifejezetten a humán tőkére, ahogy szokták mondani, az emberekre tudnánk építeni. Az oktatásra, a preventív egészségügyre, a környezetvédelemre, hogy megőrizzük azt a csodálatos tájat, ami nekünk megadatott, mert ez egy adottság alapvetően egy ország számára. A nyugdíjasokkal mi a helyzet? Ott is szívszorító történetek sora van. Itt mutatja az ábra, hogy hogyan szúrnak ki velük. Bocsánat, azért, és bocsánat, a családhoz annyi, számok ezek, hogy a családnál a GDP-hez viszonyított számok. De ez nagyon fontos, mert ez azt mutatja meg, hogy ami nekünk rendelkezésünkre áll pénz, abból arányosan mennyit költünk. Hiába áll nekünk több pénz a rendelkezésünkre, De ez egy értékválasztás, nem, hogy mire költünk többet. Én ezt nagyon erősen, igen, úgy az úgy rendben van. Tehát a miniszterek voltak azok, akik kiálltak és büszkélkedtek számokkal. De hogy ugye attól, hogy GDP arányos, az jelzi azt, hogy többet is költhetnénk rá. Tehát, hogy az abszolút szám az nagyobb, mint 2010-ben volt, csak a növekedésnek a különbsége. Ahogy a cikkben írták, hogy ez a forint már nem ugyanaz a forint. No. Tehát szerintem ez a lényeg ebben a történetben, és igazad van, ez valóban egy értékválasztás kérdése, az én értékrendem szerint, például a klímakatasztrófa kapcsán az, hogy hogyan tudunk a munkahelyek megváltozására, a szociális problémákra fölkészülni, ezeknek az éveknek erről kellene szólni. De akkor miért ez az értékválasztás egy kormánynak, ami folyamatosan arról beszél, hogy demográfiai fordulatot akar, hogy több legyen a magyar, az, erősebb most, legyen a magyar. Erre a demográfiai fordulatra mondhatok valamit, mert ez van még egyszer. Nem csak az a lényeg, hogy mennyi hitelt adunk a nagy családosoknak. Termékenységi és születési arányszámtól elkezdve sok minden fogalommal dobálózik a kormány, gyakorlatilag befalcoltak a terveik. Nem sikerült megcsinálniuk a demográfiai fordulatot, és pontosan azért nem sikerült, mert nem a társadalom derékhadát jelentő rengeteg embernek, az úgynevezett középosztálynak adták a támogatásokat, hanem kihasítottak egy politikailag meghatározott kört, és oda mennek ezek a pénzek. Szakértők jobbról, balról évtizedek óta ugyanazt mondják, hogy mit kell nekünk magyaroknak
tenni azért, hogy például ez változzon. A magyar kormány nem ezt csinálta, és itt egy kicsit visszaérünk Tusnád fürdőre, aztán adom is vissza a szót az uraknak. Csak tényleg, ha a miniszterelnök ezzel szórakoztat minket, hogy ő milyen világháborúkat, meg galaktikus küzdelmeket lát, én nem ezt várnám tőle. Én azt várnám tőle, hogy ezek a számok ne így nézzenek ki, hogy az onkológia előtt ne sorbáljanak az emberek azért, hogy sorbálhassanak bent, hanem mondjuk például ne augusztus 1-től legyen egy ilyen elektronikus rendszer, ami lehet előre rögzíteni az időpontot. Botrány volt a sajtóban. És itt van, mert kinyitották az emberek a szájukat, és botrányt csináltak, hanem legyen már alapértelmezett az, hogy nem így bánunk a rákos betegekkel. De hát más a PR és más a valóság. Ez így hát erről mondjuk maga a miniszterelnök is az egyik legjobb példája, aki profi módon műveli ezt. Tehát végül is a PR-ból él jelentős részben a közéleti elit, és a valóság, hát ezért kell a sajtót annyira kontrollálni, hogy véletlenül se derüljenek ki ezek a dolgok, vagy túlságosan gyakran ne derüljenek ki, PR van helyette. És hát akkor végül is ez az, amit a lakosság jelentős része is pontosan tud, és mégiscsak elvárja ezt a PR-t, mert valamivel a saját elitjét, hát most akkor... De hogyha nincs sajtószabadság, és hát, nagyon kevés valid információ ér az emberekhez... Sajtószabadságban sajtófelület nincs. De éppen azért én ezzel nincs, vitatkoznék, éppen de... azért nincs, hogy PR legyen. Jó, hát ebben most nem fogunk tudni belemenni, de szerintem erről még sokat fogunk beszélni, már csak azért, hogy az utolsó témánkra is jusson ide. Ugye Kenderesi Tamásra szerintem sokan emlékeznek, olimpiai bronzérmes úszónk, szép reményekkel ment ki a dél-koreai vizes világbajnokságra, 8. helyen végzett, utána elment bulizni, na és akkor történt a baj, mutatjuk, hogy mi. Ahogy bárhol a világon, ebben a Kwangjui bárban is egymáshoz viszonylag közel szórakoznak a fiatalok. Ilyenkor véletlenül bárki hozzáérhet a másikhoz. Kenderesi Tamás szerint, akit most a koreai hatóságok szexuális zaklatással gyanúsítanak, ennél nem is történt több szombat éjjel. Az úszó a közösségi oldalán azt elismeri, hogy hozzáért egy pultnál álló koreai táncos lány fenekéhez, amiért a lány komolyan megharagudott, ám a szexuális zaklatás vágyát a sportoló teljes mértékben visszautasítja. Biztos forrásból van az információ, amit szereztünk, hogy a hölgy, akit zaklatott a magyar úszó, az táncosnő lett volna, ő nem volt táncosnő, nem volt alkalmazottja, úgynak, hogy vendég volt. A Szöulban élő Eugenia Lee szerint Koreában minden nyilvános hely térfigyelő kamerákkal van felszerelve, egy ilyen rögzítette Kenderesi Tamás mozdulatait is. A Magyar Úszószövetség vasárnap azt közölte, a vizsgálati szakaszban a magyar válogatott tagját megilleti az ártatlanság vélelme, ugyanakkor, ha hivatalosan igazolást nyer vétkessége, úgy a Szövetség Fegyelmi Bizottsága fogja megtenni a további lépéseket. Ő maga meg ugye úgy fogalmazott, hogy megsértettem bizonyos erkölcsi normákat, amelyek a helyi értékrend alapját képezik. Én nem tudom, hogy a magyar értékrend mi, de szerintem idehaza se fér bele, hogyha egy nőnek megfogják a fenekét. Nem tudom, én még 62 év alatt egyszer se tettem ezt. Tehát, igaz, Dél-Koreában még nem voltam, csak Japánban. Jó, de nem vette észre szerintem ő sem, mint hogy sokan másos, hogy megváltozott a közvélekedés, nem csak Koreában, nem csak nálunk, hát emlékszünk a Hollywoodból induló kampányokra, ugyanazokat a dolgokat, amiket évtizedekig elnéztek, vagy bocsánatos bűnként kezeltek, ma nem így van. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet így bánni, és még akkor sem, hogyha egy táncosnőről van szó, és hát itt ugye meghallottuk, hogy nem is egy táncosnőről van szó, hanem egy vendéghölgyről. Tehát ez mindenképpen a normák megsértését jelenti, és megváltozott a világ. Ezt egy 22 éves, azt hiszem annyi ez a fiú, pontosan tudni kéne, de eleve már koreai lapok azt nem értik, hogy egy világbajnokságra induló sportoló hogy lehet hajnali 3-kor tök részegen egy éjszakai bárban. Mert ugye hát ez egy sportolótól, aki valószínűleg már túl volt a versenyeken, és bánatosan azért itta le magát, mert nem jól sikerültek, de ezt a mondjuk sportszerűtlen magatartás sem könnyű megmagyarázni. Tehát az, hogy valaki később aztán a versenyek után hazamegy és berúg, az egy másik dolog, de itt a nyilvánosság előtt blamálja magát, az nem nagyon szokásos, és még amit itt érdemes elmondani, hogy a koreaiak nem csináltak ebből nagy ügyet, amennyire én kivettem, tehát nem névvel közölték, hogy kiről van szó, és nincs az, hogy Magyarország. Tehát nincs kiemelve az, hogy lám a magyarok, itt vannak ilyen hát furán viselkedő sportolók, hanem ez diszkréten kezelik, mert azt gondolják, hogy a rendező országnak kvázi kötelessége, hogy vendéglátóként azt is hát a becsületét, ha legalább ő nem védte meg annyira a saját csapatának becsületét, legalább akkor az ország világ előtt ne blamálják.
Én is azt gondolom, hogy ezek tértől és időtől független elvárások, amiket meg kell fogalmaznunk, és szerintem ez világosan látszik. Tehát nekem ez a közleményben ez a helyi értékek megsértése nem, tehát ez Magyarország is nagyon jelentős probléma, és ezért is fontos egyébként, hogy ez maga az, hogy mi a helyes viselkedés, az téma legyen. Az isztambuli egyezményeként a ratifikálás azért is lenne fontos, mert ott akár a médián keresztül is folyamatosan tudnánk edukálni magunkat, egymást arra, hogy mi fér bele és mi nem. És most is méltatlanul keveset beszéltünk erről a témáról, de meg lejárt az időnk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönjük a figyelmet, most jön a híradó, aztán az Egyenes beszéd Róna Jegonnal. Kövessék nem csak az Instagram, hanem a Facebook oldalunkat is, a Nap híre oldalát. Szép estét!